Csabbegy Juhai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárát, Pöstöl Anna Márián Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnokát, Miklós Árikát, ezúttal az ARA alelnökeként, Vodt Klárát, aki majd ennek a szabadidősport szakosztálynak a szakmai vezetője lesz, és Tölgyesi Ernődöt nem utolsó sorban, aki atlétikai szakosztály vezetője az ARA-knál. Én akkor elsőként a hétvégi programok felvezetésére és ismertetésére fel is kérnék a főtitkár urat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Én talán egy bocsánatkérésre, elnézéskéréssel kezdeném le inkább, hogy bocsássak értelmezetben is mondom, de olyan családképet. Hatalmas megtiszteltetés nekem, hogy ennyi csinos hölgyel együtt tarthatunk egy sajtótájékoztatót, és főleg arról, ami a sportok királya, az atlétika, amely mi szeret a sportágunk is. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó irány. Szerintem nagyon jó irány azt látni, hogy a tapasztalt szakemberek gondolok itt Kárényére, aki nél többet nem hiszem, hogy kell tudni az atlétikáról, itt vannak és napi munkában az atlétika jövőjével foglalkoznak. Mi magunknak teszik sokszor magasra a lécet, mind a két oldalon, a rendezés oldalon és részvételi oldalon is, és szeretnénk egy olyan sikeres hétvégét, mint a felnőtt magyar bajnokság után is, ahol gratulációk és köszönetek voltak elsősorban, hiszen egy jól sikerült versenyen egy jó szereplést tudtunk magunk mögött. Ilyen célokkal válunk neki a mostani hétvégének is.